Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak az aszcendensben, megtudhatják, milyen népszokások, babonák kötődnek a következő hetekhez. Az is kiderül, hogy mit ígérnek a csillagok, valamint, mivel hamarosan átlépünk a mérlegjegybe, megtudhatjuk, milyenek a mérlegjegyű emberek. Mazák Katalintól szépségápolási tanácsokat kapunk, és az anyajegyekről is fogunk beszélgetni. Tartsanak velem! Rendszeres nézőink tudhatják, hogy dr. Pál Istvántól mindig kapunk információkat, hogy az adott időszakban milyen népszokások, babonák azok, amikre nagyanyáink, dédanyáink figyeltek. Vannak, amiket még mi is megtartunk. Ebben az időszakban milyen népszokásokra, babonákra figyeljünk oda? Először térjünk ki, hogy itt van az őszelőhava, tehát akár akarjuk, akár nem, itt van az ősz, amit az amerikaiak indiánjának hívnak, Magyarországon vénasszonyok nyarának. Remélem, hogy sokáig ilyen szép időnk marad. Tulajdonképpen az ősz a betakarításoknak az időszaka, a szeptember az még szép ember tartja a fáma, a november az már csúfember, a december arról már ne is beszéljünk, ezek az emberes hónapok. Nem is nagyon sok olyan népszokás van, amit érdemes betartani, hiszen ez a munkának a hónapja. A nyáron megtermelt gyümölcsöt, vagy a fákon megtermelt gyümölcsöket be kell takarítani, a szőlőt le kell szedni, hiszen a legvégén, szeptember 23-án van a Szent Mihály nap, ami összegyűjti az egész hónapra vonatkozó ismereteket, és azt érdemes megjegyezni. Már elmentek a gólyák, a fecskék most gyülekeznek, a Mária Pócsi búcsúról, a legnagyobb búcsúról, a kisasszony napi búcsúról már hazamentek az emberek, feldolgozzák az élményeiket, és nekiállnak például diót verni. Ez a hónap a dióverésnek a hónapja, ez a szüretnek a hónapja, hogy majd a végén már a borszűrő Szent Mihálykor meg is kóstolhassák az új bort, de ez még csak a csemegeszőlőre vonatkozik. A borszőlőre tudnivaló, hogy az majd csak november elején, Szent Márton napján esedékes annak a bornak a megkóstolása, megivása. Szeptember 29-e a juhászoknak a behajtási ideje, amikor a juhokkal elszámolnak a gazdáknak. Egyébként is minden cseléd felmond, vagy kitelik az esztendeje, így szokták mondani, hiszen Szent Győrtől Szent Mihályig alkalmazták, fogadták meg, szerződtek le velük, és ha akarnak, és a gazdá is úgy gondolja, akkor meghosszabbítják a újabb egy évre a szolgálatukat, ha nem akarják, akkor békésen elválhatnak egymástól. Egyébként évközben erre nincsen lehetőségük, nagyon szigorúan nem volt, mindent múlt időbe kell érteni, nem volt lehetőségük, nagyon szigorúan ellenőrizték azt, hogy betartsa mindenki a rá vonatkozó szabályokat, akár a gazda, akár a cseléd vagy a juhásznak a részéről. Ilyenkor kezdik el felhajtani a makkosokba, tehát a tölgyesekbe, tölgyerdőkbe a disznókat, és ott hízlalják meg őket. Az egész télen kint lévő jószágok, tehát az ilyen nagy disznó kondáknak a kihajtása ekkor nagy előkészületekkel és nagy ünnepléssel kezdődik, ugyanúgy, mint a juhászok vagy a cselédek is, ha kitelik az esztendejük, nagy vigasságot, dinomdánomot tartanak, a gazda általában megszokta vendégelni őket. Szlovóniában ilyenkor kezdték el a pálinka főzését, a szívemhez nagyon kedves pálinkát, hiszen itt Szent Györgyig folyhatott a pálinka főzése, utána már nem szabadott pálinkát főzni, és úgy írják a néprajzi szakirodalomban, hogy ilyenkor az egész falvak fölött pálinka felhő lebegett, hiszen mindenki pálinkát főzött magának azokból a gyümölcsökből, amiket már összeszedtek. Október eleje szintén nem a babonáiról híres. Azt szokták tartani, hogy az október első 12 napján az időjárás olyan, amilyen a következő év 12 hónapjában lesz. Tehát ha esik az október bármelyik 12 napja közül, akkor az a hónap esős lesz. Ha süt a nap vagy száraz, akkor a következő évnek az az időszaka száraz lesz. Egyébként ez az időjóslás az egész évben nagyon sokszor megismétlődik, hiszen az október eleje a régi naptárak szerint a Szent Mihálykor kezdődött az új gazdasági év, vagy kezdődött az ősz, tehát az október eleje ez ehhez kapcsolódó időjósló nap, amit általában az emberek figyelni szoktak, vagy ha nem is nagyon figyelnek, akkor a régi kalendáriumokban felhívják
a figyelmet ezekre a csíziókban, az úgynevezett csíziókban, hogyha ilyenkor ilyen meg olyan nap van, akkor arra figyeljenek, jegyezzék föl maguknak a naptárba, hiszen azért van a kalendárium vagy a naptár, hogy következő évben is emlékezhessenek rá. Most azok figyeljenek, akik arra kíváncsiak, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. De ne felejtsék el, hogy a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Tehát, ami nem tetszik, lehet elkerülni, ami tetszik, lehet elősegíteni. Ezután rögtön az is kiderül, hogy milyenek a mérlegjegyű emberek. Kós. Minden út vezet valahová. Ha egy helyben toporog, akkor viszont sehová nem jut el. Vegye kézbe ügyeit és induljon el, hogy elrendezze őket, meglátja, mennyivel jobb, mint halogatni. Bika. Mindenkinek vannak rosszabb napjai, amikor nyűgös és nem alkalmas komoly feladatokra. Önnel is így van ez, de nem lehet így hetekig. Saját magát is zavarja már a nyafogása, tehát érdemes lenne megkeresni a normál állapotot. Ikrek. A rossz tulajdonságainkat igazán csak azok ismerik, akik a legközelebb állnak hozzánk, és ők szenvednek ettől a legtöbbet. Lehet, hogy eleget kínoszta már a környezetét? Változtasson, figyeljen tudatosan viselkedésére. Rák. Érdemes lenne mások helyébe képzelnie magát, és úgy vitázni, úgy ítélkezni. A saját hibáival kapcsolatban nagyon megértő, de másokkal szemben meglehetősen kritikus mostanában. Oroszlán. Vannak helyzetek, amikor már ön sem érti, hogy mi nyugtatja le, de mégsem adja ki magából a mérgét, nem kiabál. Ez a helyzet önnek is új. Fogjuk rá az időjárás változására, de az sem baj, hálandósul a nyugalma. Szűz, nehéz még saját magának is bevallani, hogy másnak van igaza, de attól még ez így van. Legalább magában próbáljon meg helyzeteket elfogulatlanul megítélni. Mérleg. Mostanában szárnyal is úgy érzi, mindent megkapott, amit kért a sorstól. Na jó, van még pár dolog, de az még nem sürgős. Élvezze az életet, élvezze, hogy boldog, töltekezzen fel energiával, mert a munkában nagy szüksége lesz majd erre. Skorpió. Sokszor elhinni is nehéz, hogy tényleg eléri a céljait. Főleg, amikor a környezete is csak ámul-bámul, hogy ezt hogy sikerült addig csűrnie, csavarnia, míg végül talált megoldást. Elég, ha eléri, amit akar, nem kell mindig mindent érteni. Nyilas. Sokszor jut eszébe, hogy ideje lenne változtatni, rendbehozni, megoldani magánéleti kérdéseket és kapcsolatokat. Amíg ön nem kezd bele, addig ne várjon változást. Bak. Kár megsértődnie, bár ez a saját dolga, de most sokkal jobban jár mindenki, ha konstruktív vitákat folytat, nem az igazát keresi, hanem a megoldásokat. Vízöntő. Sosem adja fel, és ez jó. Bár néha túl büszke, hogy bizonyos lépéseket megtegyen, de a sors majd úgyis közbeszól és intézni fogja. Meg lehet, nem mindig lesz ettől boldog. Halak. A saját verziója mellett időnként meg kell érteni a mások álláspontját is, vagy legalább dúzogástól mentesen elfogadni. Nehéz, de ilyenkor gondoljon arra, hogy ön sem mindig egyszerű eset a környezetének. A mérleg megint egy művészi jegy, vénuszi jegy, neki a társa fontos, a másik ember. A kitűnő diplomata. Ha én nekem valamit el kellene intéznem, vagy intéztetnem még inkább, biztos egy mérleget bíznák meg. Tudom, hogy ő nem csinálja meg, de megtalálja azt az embert, aki helyette, illetve helyettünk a legjobban, a legcélra törőbben megoldja és megcsinálja. Kiváló diplomata, mindenkivel el tudja fogadtatni a saját nézeteit, és fontos neki az, hogy észrevegyék őt és amit csinál. Nem érdemben felül, rossz mérleg igen, de az átlag és a jó mérleg csak annyit, amennyit megérdemlek, feltétlenül figyeljenek rám, méltányoljanak. Mazák Katalintól, ahogy megszoktuk, most is szépségápolási tanácsokat fogunk kapni. Kiknek ajánljuk a mai kezelésünket? Fáradt fakó bőrökre ajánlom a mai kezelést, illetve erős dohányosoknál is előjöhet ilyen bőrképlet és bőrtünet, nekik is nagyon jó tud lenni ez a fajta kezelésünk. Mi ez a kezelés? Egy oxigénes kezelésről van szó. Hogyan történik, és mik alkotják?
Egy pár lépcsőből, tehát ez egy viszonylag gyors regeneráló kezelés, azoknak is jó lehet, akiknek nagyon kevés idejük van a bőrápolásra. Egy jó 30-40 perc alatt végzünk ezzel a kezeléssel, 4 lépcsőből áll, az első a letisztítás, azt követően egy enzimpeelinggel készítjük elő a bőrt, ez nagyon szépen felfrissíti, és akár a miteszereknek a felszíni elszínyeződését, ami szokott minket sokszor zavarni, hogy fekete a elszíneződés van a tetején, az a levegő légszennyezése megkötéséből adódik, és ezek az enzimpeelingek ezt is nagyon szépen el tudják tüntetni, és ezáltal lesz egy nagyon egységes bőrkép a végére. És ezt a peelinget követően majd egy maszkkal folytatjuk a kezelést, aminek kapcsán oxigén fejlődik, amíg rajta van a bőrünkön, és ez hozza ezt az üde vérdús keringésbeindító végeredményt, egy üdefriss bőrképet a kezelés végére. Ezt követően egy őssejt szérum kerül fel a bőrre, majd zárjuk egy nappali fényvédővel, aminél akár használhatunk színezett fényvédőt is, hogyha a vendég azt szeretné. Tulajdonképpen, amíg ez a kezelés zajlik, mit érez a vendég? Az enzimpeelingnél különösebb érzet nincs, míg fent van, a tisztításnál sem. Igazándiból, amíg a maszk, az oxigén maszk dolgozik, lehet látni akár tükörben is, ahogy képződik ez a kis oxigén buborék, és kipukkan a maszknál, és ezt ilyen kis bizsergő érzésnek érzi a vendég kezelés azért, közben. Azért mosolygott a vendégünk közben. Időnként, igen. Ez az őssejtszérum mit tesz a bőrünkkel? Egyáltalán milyen őssejtek vannak benne? Kozmetikai gyakorlatban növényi őssejtekről beszélünk, és ezeknek a regeneráló hatását használjuk a ránctalanításnál, illetve apró bőrhibáknak a gyógyításánál, regenerálásánál. Általában már olyan szállítóegységeket használunk, amik körülbelül úgy működik, mintha egy hagymának hagymát modelleznénk, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ahogy szeletelném szét, vagy szedném szét hagyma héjanként a hagymát, úgy oldódnak ki folyamatosan a benne lévő hatóanyagok. Zömmel ezeket úgy csomagolják be, vagy úgy készítik elő ezeket a kis kapszulákat, hogy megvan, hogy minek, milyen bőrrétegnél lenne érdemes kioldódnia. Tehát így folyamatosan épülnek be, és ezek védik addig ezek a kis szállítóegységek a hatóanyagot. És úgy a bőrbe jutva a megfelelő helyen oldódik ki a megfelelő hatóanyag. Van-e olyan, akinek ellenjavalt ez a kezelés? Természetesen bármilyen hatóanyagra való érzékenység esetén itt is kizárólag lehet az adott kezelés, de hogyha ez nem áll fent, akkor természetesen mindenki másnak alkalmazható ez a kezelés. Milyen gyakran érdemes használnunk? Akár kúraszerűen heti alkalommal 5-6 alkalmat egymást követően, vagy pedig, hogyha szeretnénk és van rá időnk, akkor bármikor, ettől ritkábban. Bizonyára mindannyian sokat hallottak már, hogy mennyire fontos, hogy az anyajegyeinkkel foglalkozzunk, figyeljünk, menjünk megfelelő időben orvoshoz. Hogy mire is kell figyelni, és miért fontos, hogy szakember is lássa, erről fogunk most beszélgetni. Mi a különbség az anyajegy és a szemölcs között? Az anyajegyek a pigmenttermelő sejtek zavara miatt jönnek létre. Az anyajegyek lehetnek veleszületettek, vagy lehetnek szerzettek az élet, későbbi életkor folyamán kialakuló elváltozások. Ezek maradandó, éles határú, a bőr felszínétől, környezetüktől eltérő színükben, vagy felszínükben eltérő elváltozások. A szemölcsök pedig általában vírusfertőzés következtében jönnek létre a bőr felszínén, és ezek a későbbi életkorban keletkeznek, nem veleszületetten. Miért lehetnek veszélyesek az anyajegyek?
Az anyajegyek azért lehetnek veszélyesek, mert elfajulhatnak rosszindulatúvá. Ennek oka lehet genetikai, az UV-sugárzás, lehet korábban meglévő diszpláziás anyajegyből kiinduló rosszindulatú elváltozás, vagy akár teljesen évbőrön is megjelenhetnek a rosszindulatú elváltozások. Ezért nagyon fontos a rendszeres szűrővizsgálat, hogy idejében észrevegyük, hogyha egy anyajegy rosszindulatúvá változna. Hogyan alakul ki egy anyajegy? Esetleg valahogyan ki tudjuk ezt védeni? Van megelőző lehetőség? Az anyajegyek egy része már veleszületetten jelen van. Ezek, ami a köznyelvben anyajegynek nevezünk, ezek a pigmenttermelő sejtekből, a melanocitákból indulnak ki. Szélesebb értelemben, mi orvosi értelemben anyajegyeknek, nívusznak nem csak a pigmenttermelő sejtekből kiinduló elváltozásokat nevezzük, hanem kiindulhatnak a kötőszövetből is, kiindulhatnak az erekből is, kiindulhatnak a verejtékmirigyekből, tehát a bőrjárulékos szerveiből is. Megelőzés, ami a későbbi életkorban jelentkezik, az UV-sugárzás kerülésével, a napozás, a leégés elkerülésével tehetünk az ellen, hogy kevesebb számú anyajegy jelentkezzen a bőrünkön. Mindenképpen el kell távolítani az anyajegyeket? Az anyajegyeket nem muszáj eltávolítani, hogyha nem irritációnak kitett helyen vannak, vagy ha nem látunk bennük olyan elváltozást, amelyek hajlamosítanának rosszindulatú elváltozásra, de abban az esetben, hogyha ezek valamelyike fennáll, tehát övvonalában helyezkedik el egy anyajegy, vagy melltartó vonalában, vagy olyan helyen, ahol rendszeresen irritáció éri, akkor érdemes megelőzésképpen eltávolítani. Az az eset, amikor egy anyajegy vizsgálat során látunk olyan elváltozást, ami gyanús, vagy megváltozik egy anyajegy, valamilyen tünetet produkál, ami alapján felmerülhet a rosszindulatúvá való elváltozás esélye, akkor eltávolítása szükségessé válik. Van-e ennek természetes módja? Tehát mindenre vannak csodaszerek, kenjük be ezzel. Hallottam olyat is, hogy el kell kötni szemölcsöt, anyajegyet hajszállal, vagy nem is tudom, aloe verával kenegessük. Ugye az anyajegyekre ez hatásos lehet-e egyáltalán? Szabad-e hozzányúljunk? Nem tanácsolom, hogy az anyajegyeket házi módszerrel kezeljük. Mindenképpen meg kell mutatni szakorvosnak, ellenőrizni kell. Dermatoszkópos vizsgálat szükséges ezeknek az elváltozásoknak a kiszűrésére. Tele van az internet ilyen kérdésekkel és ilyen tanácsokkal, hogy hogyan lehet az anyajegyeket eltüntetni. Ezek nagyon veszélyes módszerek lehetnek, ugyanis szövettani vizsgálat nélkül még orvosi módszerekkel sem javasolt az anyajegyek eltüntetése. A szövettani vizsgálat mindenképpen javasolt, és az eltávolításuk helyes módja a sebészeti kimetszés szövettani vizsgálattal egybekötve. Miért annyira fontos a szövettani vizsgálat? Hiszen ha már megvizsgáljuk a dermatoszkóppal, akkor nem derül ki, hogy rosszindulatú vagy sem? Nem minden esetben eltávolítás előtt a dermatoszkópos vizsgálat alapján nagy valószínűséggel ki tudjuk szűrni a rosszindulatú anyajegyeket. Nagyon ritkán érhetnek olyan meglepetések minket, amikor csak a mikroszkópos feldolgozás alatt derül ki a nagyon apró kezdeti stádiumban lévő rosszindulatú elváltozás. Tehát a szövettani vizsgálat minden anyajegy vizsgálatnál elengedhetetlen. Vannak olyan anyajegyek, amelyek bizonyos belső szervi elváltozásokra hívhatják fel a figyelmünket. Például a gyermekkorban megjelenő teljes kávéfoltok, amelyek bőrszintjében lévő halványbarna foltocskák. Ezeknek a száma, hogyha meghaladja a 6-ot, akkor gyermekgyógyászokkal összefogva kivizsgálást szoktunk kezdeményezni, neurofibromatózis, egy ritka öröklődő betegség irányába. Bizonyos típusú anyajegyek pedig csont- és lágyrészfejlődési rendellenességekre hívhatják fel a figyelmet. Ér anyajegyek esetén is léteznek olyan szindrómák, amelyek az anyajegyek, ér eredetű anyajegyek megjelenése hívja fel a figyelmünket erre a betegségre. Mi
Milyen gyakorlati előnyöket tudunk minél hamarabb megtapasztalni, ha belekezdünk a pilátesbe? Mindig azt szoktam mondani a hozzám érkező vendégeknek, hogy az első alkalmat mindenki nyugi, mert rávilágít a testnek a hiányosságaira, rögtön az első alkalom. Ugye a törzsnek a tarzóizmai hivatott a pilátesz erősíteni, és erre jön rá az ember, hogy mennyire gyenge. Na már az első alkalom után lehet érezni egy enyhe fajta izomlázat. Maga az erőnlét javul. Nagyon fontos az, hogy oldódik a stressz, ezt szeretném kihangsúlyozni. Mindig azt mondom, hogy nincs rossz mozgás. Mozgás nélküli életmód van, mozgás nélküli életmódot folytató ember pedig előbb-utóbb besavanyodik. Na most a pilátesznél is azért valamiféle örömhormonok szabadulnak föl, és azért ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy minden mozgás, és ennél is elsősorban a stressznek a kezelése válik fontossá, illetve még egyszer hangsúlyoznám, hogy a törzsnek a tartóizmait erősítjük meg. Javul a tartás, mozgékonyabbak lesznek az ízületek, és ezáltal az erőnlét is javul. Honnan tudjuk, hogy jó a tartásunk? Sok ember nem tudja, hogy jó a tartása, vagy rossz a tartása, sőt azt mondom, sok embernek nagyon rossz a tartása, hanyagtartásunk van. Az üléssel párosuló életmód, ugye a mozgásszegény életmód hozta ezt elő. Na most mindenki azt teszi észre, hogy amikor javítom a tartást, akkor az fáj. Persze, mert egy tartáskényszeres állapotban van az ember egész nap, nem rosszul tartja magát, ahhoz szoktak hozzá az izmai, és amikor helyre billentjük, akkor az meg egy diszkomfort érzést ad neki. De előbb-utóbb rá fog jönni, hogy ahogy jár pilates órára, mindig javítjuk ezeket a mozgásfolyamatokat, a tartást javítjuk, akkor előbb-utóbb már ő is észre fogja venni a hétköznapi életben, hogy ez javul, és hogy ez mekkora előnyt jelent neki. Na most nagyon sok embernek ugye fáj a dereka, fáj a háta, sok olyan vendég érkezik hozzám, akinek nincsen gerincdeformitása, csak fájdalommal érkezik, ezen nagyon hatékonyan tudunk segíteni. Még egyszer a hátnak az erősítése, a hátizmainak az erősítésével tudjuk ezt elsősorban elérni, de nem szabad elfeledkezni, hogy a helyes testtartás az nagyon fontos, hogy a hasizmait is erőteljesen megdolgoztassuk és azt is erősítsük. Mindenkinek van hasizma, mert szokott érkezni erre a válasz, hogy nekem nincs hasizma, mindenkinek van hasizma, csak nem volt ez megdolgoztatva, nem volt elővéve, és ez most egy kicsit előtérbe kerül, ugyanúgy, mint a hátnak az izmai. Mi a másik fontos terület, hiszen itt a forgatás előtt azt mondtad nekem, hogy két nagyon fontos előnye van a pilátesznek. Nem csak a helyes testtartás, hanem magának a légzésnek és a koordinálása, az is egy hiányos terület a mai világban. Rosszul lélegzünk. Ez azt jelenti, hogy a tüdőkapacitásunkat nem használjuk ki. Rövideket lélegzünk ki. Egy mozgásszegény életmódot folytató ember általában 16-szor vesz levegőt egy perc alatt, míg az az ember, aki sportol, illetve egy kicsit mozgással jobban megfűszerezett életet él, az ennek a száma sokkal kevesebb. Arra kell törekedni, hogy a belégzés és a kilégzés közti szám az kétszeres legyen, tehát kétszer olyan hosszú legyen a kilégzés. A pilátesz alatt erre is odafigyelünk, hiszen a helyes légzéssel, helyes testtartással, az erőközpont, azaz a köldök megtartásával párosuló gyakorlatok ezt hivatottak előidézni. Tehát akkor a helyes légzés az hogy néz ki? A helyes légzés úgy néz ki, hogy orron keresztül vesszük a levegőt, és szánkon keresztül hosszan fújjuk ki. Az a lényeg, hogy mondom, egy perc alatt ez a 16-os szám, hogyha valaki esetleg ezt szeretné felmérni otthon, akkor ezt megteheti, ez minél kisebbé váljon, és minél hosszabban történjen meg a kilégzés. Ugye a belégzéssel egy oxigéndús állapotba kerül a test, oxigén kerül a vérbe, és a széndioxid távozik a szervezetből, tehát ez nagyon fontos, hogy ez a folyamat ez minél hatékonyabban létrejöjjön. És miért pont a köldök az erőközpont? József Pilátesz azt mondta, hogy ugye a testnek a középpontja, és hogyha anatómiailag nézzük, a testnek a középpontja a köldök. Mindig azt szoktam mondani, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint amikor az ember a szűk nadrágot megvásárolja magára, és azt gondolja, hogy ebbe majd bele fogok férni, bele is fér, csak éppenséggel be kell húzni a hasát. Ha ezt az izommunkát már elvégezzük, azt jelenti, hogy a köldököt húzzuk a gerincvonalába, akkor már egy olyan aktív izomtevékenységet végzünk, ahonnan kiindítva az egyes mozgásfolyamatokat, amit a pilátesz mozgással elérünk, akkor nagyon hatékony hasizom, illetve derék-hátizom fejlesztést tudunk elérni.
Na most ezt az erőközpontot minden egyes gyakorlatnál és a pilates óra teljes időtartalma alatt tartani kell. Ezáltal megtámasztjuk ugye a teljes testet, helyessé válik a testtartásunk, és így sokkal intenzívebb és sokkal hatékonyabbá válnak a feladatok. És ezt az erőközpontosdit, ezt így mondjuk a buszon utazva is tudjuk csinálni, vagy várakozás közben, sorban állás közben, vagy inkább ilyenkor ne? Mindenkinek tudnám ajánlani, hogy otthon akár tükör előtt próbálja azt meg, próbálja ki, hogy beáll a tükörbe és megnézi a testtartását. Megnézi a testtartását, főleg a hölgyeknél lehet azt észrevenni, hogy általában ugye itt a derékívnél, itt egy nagy ív látható, úgy szoktuk mondani, hogy a fenők kitolják a feneküket. Na most ezt egy kicsit meg kell billenteni, illetve hogyha tartjuk az erőközpontot, tartjuk a köldököt, akkor már egy valamilyen szinten előre léptünk abban, hogy helyessé váljon a testtartásunk. Ezt akár a postában, a sorban állás közben, bármilyen folyamat közben meg lehet csinálni, el lehet végezni. Az, hogy helyesen tartja az ember magát a hétköznapokban, az egy alapvető szükséglet kell, hogy legyen, ne hanyaggá váljon a tartásunk, hanem egyenesen. Ugye ez azt jelenti, sokan összetévesztik azzal, hogy hátra feszítem magam és feszítem végig, nem, itt nem erről van szó, nem kell túlfeszíteni a hátat, hanem egyszerűen csak támasztékot kell neki adni, amit a hasfallal, a hasizomzattal, illetve a hátizomzat erősítésével tudunk elérni. Mik az ideális feltételei az otthoni pilates gyakorlatoknak? Mit készítsünk elő, mire lesz szükségünk, hogyha belevágunk otthon? Nagyon fontos, hogy ne csak túlessünk a gyakorlatokon, hanem szenteljünk időt ennek a 15-20-30 perces feladatsornak, legyen az akár 6 feladatból álló feladatsor, vagy akár legyen egy intenzívebb mozgásforma. Fontos egy kellemes otthoni környezet, egy kényelmes ruházat, általában mezitláb vagy maximum zokniban végezzük a feladatokat, és cipőt senkinek nem ajánlok, hogy a talpizmait is megfelelően tudjuk dolgoztatni. Szükséges hozzá egy vagy jógamatrac, vagy egy polifóm, amit maga alá tud teríteni az ember, és az, hogy egy kellemes légkör uralkodjon magába a szobába, és megfelelő tér legyen a feladatok elvégzéséhez. Tudná segíteni a kedves nézőknek néhány gyakorlattal ebben? Igen, gondoltam pár olyan gyakorlatra, amit nemtől kortól függetlenül el lehet végezni. Nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy mindenkinek ajánlom a pilateszt, mint már korábban említettem, a várandósoknak, várandós kismamáknak ezt nem szeretném ajánlani. Szerintem a várandóság az egy külön életszakasz az embernek, és nem biztos, hogy a pilatesszel kell ezt megfűszerezni. Viszont azoknak az embereknek, akik akár diákként, akár felnőttként tartás problémával, hát problémával, vagy bármilyen más problémával küzdenek, annak a pilatesz jó lehet, és olyan gyakorlatokat fogunk most bemutatni, amik nemtől kortól függetlenül elkezdhetők, elvégezhetőek otthon is. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy minden mozgás folyamat, minden mozgás tevékenység előtt a bemelegítésre tessék időt szánni, 5-10 percet vegyen igénybe. Itt a pilatesnél nem pulzusemeléses bemelegítésről van szó, hanem csak egy átmozgató tevékenységről, és a végén, amikor befejeztük otthon, akár szervezett körülmények között magát a tornát, akkor tessék magát az órát lezárni egy nyújtással. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velem legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorába. A viszontlátásra!